múltkor voltunk Túrkevén, és szoktunk is sétálni naponta, és akkor láttam egy döglött macskát ott az egyik ház előtt, elütötték szerintem, és olyan nyugodtan feküdt. De mondtam is Évának, nézd meg, hogy nem... Hogy nem aggódik. Hiába ugatják a kutyák. Igen, ott ugatnak a kutyák, habzó szájjal ott ugatnak a kutyák. Nézd meg, ez a macska nem akar elszaladni. És olyan nyugodtan feküdt érte, teljes békében. És így még mondtam is Évának, mert jött az üzenet egyből a Szent Szellemtől. Hogy na ez az, ami hová Isten el akar minket vezetni. És ez nem azt jelenti, hogy megszűnünk létezni, nem. Hanem csak az a természetünk, ami Isten ellen. Értitek? Mert azt mondja Pál apostol a Róma beliekhez írt levélben, hogy azok, akik testben élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Tehát egyszerűen, amíg mi az új természetünkben élünk benne, és úgy reagáljuk le folyton a dolgokat, addig ez nem lehet kedves az Úrnak. Ez nem azt jelenti, hogy Isten elutasít bennünket, meg kidob minket a házból, de addig nem tud bennünket felnőtt korúnak tekinteni, hanem csak mint a kisgyereknek. Ugye a gyereknek az a természete, hogy mindig a saját szüksége körül forog. Most éhes vagyok, most szomjas vagyok, most álmos vagyok, most kakilni kell, most pisilni kell. Egy a lényeg, hogy mindig be legyen töltve az én szükségem. És ez a kiskorúságnak a lényege. És hogyha nagyon őszinték akarunk lenni, a kereszténységnek nagyon nagy többsége ebből áll. Tehát, hogy minden rólunk szól, a mi kényelmünkről, hogy mi érezzük jó magunkat, és ebben rondítanak bele testvérek. Rendszeresen. A mi kényelmünkben, abban, hogy mi jól érezzük magunkat, és hogy olyan jó volt addig, míg ez a testvér vagy testvérünk ide nem jött. Ugye? Már biztosan találkoztatok ti is ezzel, hogy miért kellett most neki ide jönni? Olyan jó volt itt az atmoszféra, meg stb. De mindez azért van, mert az Úr küld hozzánk folyamatosan szobrászokat. És nem ő bennük a baj, aki bejött, hanem a mi reakciónk fejezi ki azt, hogy hol állunk, hol tartunk. Értitek? És el kell oda jussunk, hogy Jézus Krisztus tudjon belőlünk jönni. Minden helyzetben. Vesztek egy tubus fogkrémet, abból hogy tudjátok kivenni a fogkrémet? Sehogy nyomjuk. Erről van szó. Nyomás hatására jön ki belőle a fogkrém. De hogyha kinyomjuk a fogkrémet a tubusból, és mondjuk májkrém jön ki belőle, akkor meglepődünk, hogy miféle fogkrém ez? Így van? Na, ugyanígy van ez is, hogy az Úr időről időre helyez ránk egy kis nyomást. Küld egy testvért, egy valakit, aki irítál. De nem Jézus jön ki belőlünk. Értitek? Nem Jézus jön ki belőlünk, hanem a mi óemberi természetünk. Jön a májkrém ki belőle. Segítsünk! De ez nem természetes dolog. Tehát, hogy ez kell, hogy megállítson bennünket, és hogy elgondolkodtatásra késztessen, hogy hát nekünk rajta kell lenni ezen az ügyön, és kérni kell tényleg a segítőt, hogy szerintem segíts ebbe, hogy mi tényleg el tudjunk odáig jutni, hogy Jézus Krisztus tudjon kijönni. És hiszem azt, hogy lehetséges az, hogy minél inkább támad majd a sátán titeket is, és bennünket is, annál inkább Jézus még inkább elő tud lépni. Értitek? Ezt te magadból nem tudod kicsikarni. Ez nem úgy megy, hogy hú... hozol olyan döntéseket naponta, és akkor mindig jól döntesz, mert főleg a hölgyek, ti még inkább érzelmi beállítottságiak vagytok, de a férfiak sem kivételek ez alól, de viszont Isten nem arra adta az érzelmeket nektek sem, hogy ezek irányítsák az életeteket. És az mondja meg, hogy kik vagytok, vagy hogy hogyan reagáljátok le az életnek a dolgait. Így van? Tehát nekünk be kell tudni mutatni Krisztust a világnak. Amen. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, ehhez fel kell növekednünk. Ja. Tehát Pál apostol sem azt mondja, hogy ti istentelen, ti utolsó senkiháziak, nem is vagytok Isten gyermekei, hanem azt mondja, hogy amíg civakodás és vitatkozás van közöttetek, addig nem kiskorúak vagytok-e? Értitek? Tehát nem azt mondja, hogy ti nem vagytok az úréi, de azok vagytok, csak még nem vagytok készen arra, hogy az Úr előállítson titeket, mint fiakat.
Mert azt írja a Biblia, ugye, hogy ez a teremtett világ sóvárogva várja, mit? Nem az Isten gyermekeinek a megjelenését. Tehát különbség van a fiak, meg a gyermekek között. Amíg gyermekkorúak vagyunk, azt írja az ige, hogy mindent örököltünk, de még semmit nem használhatunk az örökségünkből. Hanem azt írja a Biblia, hogy gyámok alá vagyunk rendelve, az örökbe adónak tehát ameddig az ki van kötve, hogy el nem érjük az életkorúságot. Amikor ezt elérjük, akkor mindennel rendelkezhetünk. Kik azok a gyámok egyébként? A gyámok azok, akik... Vezetőn? Igen, azok így van. De ott megszűnik az ő felhatóságuk az életeteken, amikor eléritek a felnőtt korúságot. És kik az Istennek fiai? Kiket a Szent Szellem vezet. Erre van szó. Tehát, hogyha te már vezet vagy a Szent Szellemtől, onnantól kezdve nincsen szükséged ezekre a gyámokra. Tehát igazából, azt vezeti a Szent Szellem, aki tényleg, most nem mondhatjuk azt, hogy jó, én vezet vagyok a Szent Szellemtől, és akkor mint egy ilyen járkálunk össze-vissza ilyen mágusként, hogy hú, most ezt elvezet a Szent Szellem arra. Nem, hanem az, hogy az Úr mindent a Szent Szellemen keresztül el tud minket vezetni. Értitek? Tehát, hogy már nem kell valaki, hogy fogja a kezünket, hogy na, ne arra menj, hanem erre. Igen. Értitek? De a cél az, hogy olyanná váljunk, mint Jézus Krisztus. Erre mondja Pál apostol, hogy ez az a hitnek a szép és nemes harca, amit ő már megfutott. Értitek? Tehát a Pál, az befutotta ezt a pályát. Igen. Pedig ő aztán elmondja, hogy mi mindenem ment keresztül, mit kapott a fejére, állandóan üldözték, megkövezték, megverték, utálták, kirugdosták, beszaladt. Értitek? És megtanulta azt, hogy ez az egész már nem volt rá semmilyen befolyással. Igen. Nem magával. Már nem. Sőt, azt mondta, ha élek, az Úrnak élek, ha meghalok, az Úrnak halok meg, mindenképp az Úré vagyok. És csak miattatok kell még itt lennem, mert én már annyira szeretnék ott lenni a Mesterrel. De ti miattatok még szükséges, hogy itt legyek egy ideig. Tehát Pál kész volt arra, hogy bármelyik nap haza menjen az Úrhoz. Értitek? De ez is azt mutatja, hogy Pál ennyire sem ért magának. És itt van az, hogy nekünk fel kell nőni. Mert a gyermekkorúságnak mi a jegye? Hogy én nekem mi a jó. Igen. Hogy én jól érezzem magamat, engem ne bántsanak meg, én boldog legyek, és hogy bővölködő legyek, és hogy ez legyen, az legyen, amaz legyen, és hogyha ebbe valaki belerondít, akkor fel vagyok háborodva, hogy hát hogy? Ez nem így van, így van. De pontosan ezért volt az a döglött macska nekem egy fantasztikus kép. Lufé leszünk. Igen, de hogyha ha tényleg arra törekszünk, hogy Uram, én olyan akarok lenni, hogy teljesen a te békességed uralja az életemet. Mert higgyétek el, nem a környezetetek fog megváltozni. Nem a környezetetekben levő emberek lesznek mindenki jó szándékkal felétek. Nem ők fognak megváltozni. Ti fogtok belülről megváltozni. Sőt, amit felolvastunk, az szerint csak egyre rosszabb lesz. Így van. Sőt, ők a ti szobrászaitok lesznek. Igen. Így van. Tehát azt írja az ige, hogy az utolsó időkben a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Értitek? Tehát most van itt az a kellemes óra, amikor mi megengedhetjük Jézusnak, hogy ő lépjen elő. És ha mi lépünk elő, akkor fussunk az Úrhoz, hogy Uram, ez nincs így rendben. Értitek? Tehát az, hogyha te kellemetlenül érzed magad, ez egy pozitív dolog kell, hogy legyen. Érted? Itt vagytok? Igen. Ezért mondja Jakab apostol, hogy teljes örömnek tartsátok, testvéreim, a különféle megpróbáltatásokba kerültök. Miért? Olvassuk föl. Fölolvassam, jó? Azt hiszem, a 2. Korintus is nagyon jó ecseteli ezt. De igazából ez a korintusiaktól mi semmivel nem vagyunk különbek. Hogyha nagyon őszinték akarunk lenni, mert olyan jó azt mondani, igen, és könnyű, hogy hát a korintusiak elég gázos, igen, csapat voltak. Azt mondja Jakab 1-2, testvéreim, örüljetek! Hát a Károli azt mondja, ugye, hogy teljes örömnek tartsátok, amikor különböző megpróbáltatásokat kell elviselnetek, hiszen tudjátok, hogy ezek a nehézségek az Istenbe való bizalmatokat és hiteteket teszik próbára. Érted? Igen. Tehát nem az a cél, hogy te jól érezd magad, tesó. Nem bizony.
hanem az a cél, hogy te olyanná váljál, mint Krisztus. És amikor elkezded úgy látni magad, kellemetlen érzed magad, Uram, mit akarsz nekem önmagadról megtanítani? Hogyan tudok én hozzád hasonlítani? Mit kell nekem rendbe rakni ott belül? Miért érzem magam rosszul? És akkor jön az, hogy tényleg van valaki felé sérelmed, valaki jön, és hátulról elbeszúr, ugye? És akkor ez mind fáj nekünk. De higgyétek el, hogy ez csak az óembernek fáj. Az új teremtésnek egyáltalán nem fáj. Sőt, így újjong az új teremtés. Igen, ha végre haldoklik. Haldoklik az óember. És az új teremtés akkor lesz igazán boldog benned, amikor döglött macska leszel. Érted? Az óemberben, most értsétek jól, amikor az óembered ott kifekszik, és azt mondja, hogy nincs több erőm, hogy felálljak az útra, mert átment rajtam az Úr szeretete, mint az úthenger. Értitek? De ebben nekünk kell, hogy növekedjünk is. Az Úr erre adta nekünk a kegyelmet. Értitek? Tehát a kegyelem, arról beszéltem is már sokszor, ez olyan, mint a cirkuszba kifeszített háló az artisták alatt. Tehát ez nem azért van adva, és múltkor imádkoztam, és láttam egy ilyen képet, hogy a keresztények fogják egymás kezét a háló körül a cirkuszba, így körbeállnak nagyon sokan, és imádják az Urat a hálóért. Uram, de jó, hogy kegyelembe élünk, hogy itt van ez a háló, olyan fantasztikus. Igen, de Isten nem azért adta a hálót, hogy mi ott gyönyörködjünk a hálóban, hanem azért, hogy felszabadítson minket arra, hogy bátran lendüljünk el. Értitek? Másszunk föl, és bátran lendüljünk el azzal a trapézzal, vagy nem is tudom, minek hívják ezt a... Értitek? És akkor csináljuk, az Úrnak csináljuk a szaltókat. Most értsétek jól. Igen. És mi van, ha leesel? Akkor újra mászhatsz. Na ezért adta nekünk az Úr a kegyelmét. Tehát nem halunk szörnyet, nem esünk ki Istennek a kegyelméből. Ha elrontjuk, elhibázzuk, nem sikerül, akkor újra mászhatsz. És azt mondja az Úr, gyere, megint, ugorj el, mert én ugyanúgy szeretlek. És ha századszor ugrassz el, az Úr akkor is ugyanúgy fog téged szeretni. Uram, megint elhibáztam, megint nem kellett volna. Uram, segíts, de én olyan akarok lenni, mint te. Értitek? És eljön majd az a pillanat, mikor jön ugyanaz a testvér vagy testvérné ugyanazzal a mocskos viselkedéssel, és te belőled Jézus jön elő. És tudod mit? Akkor megcsináltad a tripla szaltót. És aztán az Úr azt mondja, okay, akkor van egy magasabb, mász följebb, és akkor még magasabbra mászol, érted? És akkor, na most innen rugaszkodj el. És akkor elrugaszkodj, egyből leesel megint. Igen. És minél magasabb. Igen, de tudjátok, minél magasabbra mászol, amit ezt mi magasságnak élünk meg, ez az Úrnál, ez lefelé vezet. Mert Jézus is erről beszélt, hogy az lesz közöttetek a legnagyobb, aki a legkisebb lesz, így van. Tehát, hogy de Istennél ez így működik, és ez fantasztikus, hogy ez az Isten országában ez így működik. De a cél az, testvéreim, hogy ne legyünk bátortalanok, mert azt írja az ige, hogy az igaz 7-szer elesik, de 7-szer feláll. Amen. Ez a kegyelem lényege. Nem az, hogy nem is indul el, vagy hogy elesik, és akkor minden rendben van, mert elestünk, de nem baj, hanem álljál föl, menjél tovább, mert az Úr szeret téged, és nincs semmi baj. Menj tovább, mert Jézus győzött, és ne add föl, hanem ne állj meg az úton, mert ha elestél is, az útra estél rá, és az út maga Jézus. Így van. Jézusra az útra estél rá, és állj fel bátran, mert akkor is az úton maradtál, ha elestél. De menj tovább. És ez a cél, hogy amikor jön a nyomás, az életnek a nyomása, mert mindenkinek jön a tubusra, akkor nem ájkrém jöjjön ki a fogkrémes tubusból, hanem Jézus. Jézus tudjon előlépni. És hogy hiszem, hogy el kell jusson odáig az Úrnak a népe és egyháza, hogy minél jobban támad majd minket az ördög, annál inkább Jézussal fog találkozni. Értitek? Tehát nem a mi sérelmeinkről fog már szólni a történet, hanem arról, hogy Jézus kilép belőlünk, és rajtunk keresztül szeretni fog. És áldás lesz, és senki, de senki nem lesz biztonságba körülötted a Jézus áldásaitól. Amen. Ahol te megjelensz, ott mindenki veszélybe lesz az áldástól. Amen. Nem az átoktól, és nem attól, hogy mindenkinek jó beolvasol, és jó megítélsz mindenkit, nem. Mert ez te vagy.
Érted? Ez a te óembered, a sérelmed, az, hogy te neked úgy érzed, hogy jogod van verni az asztalt, hogy nekem igazam van, és hogy meg vagyok bántva, és hogy igazságtalanul ne bántak velem. De ilyenkor mindig nézd meg, hogy Jézussal milyen igazságtalanul bántak el. Ha valakivel igazságtalanul bántak valaha is a történelem folyamán, az Jézus volt. De soha ez Jézus nem változtatta meg, nem térítette le az útjáról, hanem azt mondta, hogy végigviszem, és az életemet adom értük, mert szeretem őket, és az én szeretetem nem függ az ő viszonyulásuktól. Értitek? Ez az agapé. Amikor a te szereteted már nem függ a más embereknek a viszonyulásától, de akkor is szeretetet tudsz adni, amikor ők gyűlöletet adnak feléd. De ezt magadból nem tudod kiizzadni, ez csak az Úrral való kapcsolatodból tud jönni. Érted? Amivel te feltöltekezel a mennyből, azt tudod te odaadni másnak. Ha ez nincs meg az életedben, nincs meg ez az intimitás, akkor önmagadból ezt nem fogod tudni előhozni. Az óember nem tud agapéval szeretni. Értitek? Lehetetlen neki. Ő csak azt tudja, maximum fileót, hogy szeretlek, mert te is szeretsz. Kész kezet most. Te vakard meg a hátamat, én is megvakarom a tiédet. Ezt tudja maximum az óember. De az 1 Korintus 13 nem erről beszél. Így van. Hanem, de fel is olvasom, jó? Mert ebben is egy akkora üzenet van, hogy ez valami fantasztikus. Alleluja. De az isteni szeretet is. Ez, mert nagyon, nagyon fontos, mert ugye a világban is megvan a szeretet azért. Én azt látom, hogy sokszor a világban több szeretet van, mint az egyházban. És ez olyan szomorú. Én is tapasztaltam. Vannak önzetlen emberek, akik csak nézek, hogy ezt az egyházban olyan ritkán tapasztalom meg. És kéne legjobban. Nem. Mert ez az egyedüli, ami Jézus Krisztus bemutatja. Így van? Ami hogy rajtunk keresztül tündököl az ő dicsősége. Amikor keresztül tud rajtunk ragyogni az ő szeretete és jósága és kedvessége. Na, azt mondja, gyorsan. Na, ismeritek az igét, de nem árt újra és újra. Most az egyszerű fordítás. Ez az egyszerű fordításból, igen. Nagyon jó egyébként. Azt mondja, ha képes vagyok emberek vagy angyalok nyelvén beszélni, de isteni szeretet nincs bennem, olyan leszek, mint egy zajos cintányér, vagy egy zörgő cimbalom. Testvéreim, szeretnétek ti mondjuk 6 nyelven beszélni? Én szeretnék, ti? És szeretnétek az angyalok nyelvén beszélni? De semmit nem ér, azt mondja Pál. Hogyha nincs benned isteni szeretet. Azt mondja, ha megkaptam a profétálás ajándékát, szeretnénk megkapni a profétálás ajándékát? Én nagyon szeretném. Ti is? De hogyha ez a célunk önmagában, akkor nagyon nagy bajban vagyunk. Igen. Mert akkor semmik vagyunk, de mindjárt olvasom. Azt mondja, ha ismerek minden titkos igazságot. Mennyit? Minden. Most képzeld el, te ismersz minden kijelentést, ami csak a mennyből jöhet valaha is. Mindnek a birtokába vagy. Képzeld el. És ha minden tudás a birtokomban is van, minden tudás, a világnak minden tudása, ha olyan erős hitem van, hogy hegyeket is elmozdítok helyéről, milyen nagy szám lenne az egyházba bemutatni, bemenni? Hegy! Be a Dunába. És akkor, wow! Szépek pedig a hegyek. Értitek? És ezek olyan magasztos dolgok, amire mi annyira vágynánk. Így van? Tehát, hogy olyan hitünk legyen, hogy wow, hogy halleluja. Na, hol jártam, azt mondja, hogy igen, hogy hegyeket is elmozdítok vele, de nincs bennem isteni szeretet, semmi vagyok. Zero. Nulla. Így. Igen. Na, ez mutatja be nekünk azt, hogy Isten hogyan gondolkodik. Értitek? Az értékrend. Amire mi vágyakozunk és kaparunk érte, és meg vagyunk rá tanítva, hogy mi a legfontosabb a kenet, a legfontosabb a bölcsesség, hogy te tudjad, és teológia, meg ismerd az igét, legyen bibliai tudásod. És erre azt mondja az Úr, hogy zero, hogyha nincsen benned az isteni szeretet. Vagy egy másik helyen úgy fogalmaz a Biblia, hogy a ti szeretetetek bővölködjön ismeretben. Igen. Mekkora nagy különbség, mint az, hogy a fejünk növekedjen ismeretben. Igen. Így van, mert az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Igen. Az mindig a más hasznára
hasznosítja az ő tudását. Mindig, mindig arra, hogy másoknak épülése legyen belőle, hogy előrébb jussanak, hogy az Úr ismeretére jussanak, de a fejtudás pedig arra, hogy na, összetettitek a két kezeteket, hogy én itt vagyok, és az én tudásomat megosztom veletek. Na, ez a másik, amiben nincsen szeretet, ami önközpontú, egoista, erre nincsen szüksége senkinek. Elég a világban. Hát erről van szó. De már ezt látjuk, hogy az eklézsiában is ez van benne. És ezért kell nekünk helyre tenni magunkban ezeket a dolgokat. Mert azt írja a Biblia, hogy megismeritek az igazságot. Az igazság szabadokká tesz titeket. Tehát én hiszem, hogy ma itt ti is szabadokká fogtok válni egy csomó területen. Ha minden vagyonomat elosztom a szegények között, ha a testemet feláldozom, hogy tűzben égjen el, de isteni szeretet nincs bennem, semmit nem érek el vele. Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, nem büszke, nem viselkedik gorombán, nem a maga hasznát keresi, nem lesz indulatos, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele. Értitek? Ez csak az agapéről beszél. És ezt csak az agapéban lehet megcsinálni. Nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal. Az isteni szeretet mindent eltűr, mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart. És folytathatnám tovább, hogy nem sértődik meg. Igen. Nem, ugye, hogy nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele, ez már önmagában azt jelenti, hogy nem kezeli sérelemként, hogyha vele rosszul bánnak. Így van. Ez a szeretet soha nem fogy el. Elmúlik a profétálás, elmúlik a nyelveken szólás, elmúlik minden tudás, mert töredékesek az ismereteink és a profétálásunk is. Amikor azonban eljön a teljesség, a töredékes feleslegessé válik. Na most egy nagyon nagy titkot mondok el nektek ezzel kapcsolatban, ez még lehet neked is úgy lesz, mert ez egy teljesen friss dolog a mennyből. Azért már meg szoktuk beszélni a kijelentéseinket. És ez az, hogy 28 éven keresztül... Hány év? 28. Igen, akkor tértünk meg 90-ben éve, és így meg én is. De hogy mindig az arra voltunk tanítva, hogy ezt az agapé szeretetet, ezt nekünk kell valahogy mindig előhúznunk magunkból, és valahogy bemutatni, és valahogy kiadni magunkból. De tudjátok, hogy ez a szeretet, ez azért hívják isteni szeretetnek, mert ez nem a te szereteted. Most mit akarok ezzel mondani? Hogy ez nem úgy működik, hogy te jössz az Úr elé, imádkozol, és aztán ezzel a szeretettel tudod szeretni az embereket. Hanem ez a szeretet azon alapul, amilyen közösségben te Istennel élsz. Tehát magyarul az ő ismerete, az ő megismerése tesz téged képessé azzá, hogy azzá váljál a földön, ami Isten a mennyben. Itt vagytok? Tehát, hogy azzal a szeretettel, ahogyan Isten szeret a mennyben, vagy a mennyből, nem csak téged, hanem mindenkit. Érted? Amennyit ebből te megismersz, hogy ő milyen, annyira leszel te képes nyomás hatására Jézust kiengedni magadból. Érted? Sajnos mi úgy lettünk szocializálva a legtöbb gyülekezetbe, hogy nekünk kell izomból jó kereszténynek lenni, és nekünk kell izomból bemutatni, hogy mi szeretjük az Urat, hogy mi szeretjük az embereket, és hogy Isten ezt kéri tőlünk, és nekünk ezt kell megcsinálni. De, hogyha mi ebbe belemegyünk, ebbe a pingpong meccsbe, mert az ördög pontosan ebbe hívva bennünket, ebben mindig vesztesek leszünk. Mindig veszíteni fogunk ebbe a csatába, és mindig úgy jövünk ki belőle, hogy kudarcérzéssel, vádlással, kárhoztatással, alkalmatlanságérzéssel. Ezért a megoldás nem az, hogy mint egy olimpiai sportoló, hogy akkor még nagyobb lendülettel nekifutunk a saját erőnkből, mert megint kudarc lesz a vége. És aztán megint kudarc lesz, és mikor már 120-szor nekifutottál, és elvéreztél, akkor úgy vagy vele, figyelj, ezt én nem tudom megcsinálni. Akkor jön az Úr. Akkor jön az Úr, igen, de neked rá kell jönnöd arra, hogy neked az Úrral való közösséget kell ápolnod ahhoz,
hogy szeretni tudjál a Földön. Az ő szeretetével. Igen. Érted? Tehát ez nem belőled jön, nem a jó kereszténységednek a terméke, hanem az ő ismeretének az illata. Ez csodálatos. Itt vagytok? Ez az érzés. És ez az isteni szeretet, ez a te Istennel való egységedből jön. Tehát magyarul, amennyire Isten betölt téged, annyira tud rajtad keresztül áradni az ő szeretete. És ekkor jön majd be a döglött macska effektus, amikor már nem rólad szól a történet. Érted? Akkor már nem az lesz, hogy neked mi fáj, hanem az, hogy Jézus neked annyira fájt, és mégis mentél, és mégis csináltad, és köszönöm, hogy szenvedhetek, érted? Olyan jó, Uram, hogy méltatlanul szenvedek a te nevedért. Olyan jó, hogy engem üldöznek, bántanak, de azért, mert szeretlek téged. Értitek? És azt mondja Jézus, hogyha üldözéseket fogtok szenvedni, és bántalmakat az én nevemért, igen nagy a ti jutalmatok a mennyben. Érted? Mert ez már nem rólad szól. Hanem És ezt írja a Biblia is, hogy Istennek örökösei vagytok, Pál mondja, Jézus Krisztusnak örökös társai vagytok, de csak akkor, ha együtt is szenvedtek ő vele. Ups! Ezt már nem mindenki akarja bevállalni. Értitek? Nekünk csak a szép dolgok kellenek. Ami kellemes, ami hogy libabőrzek tőle, jaj, de jó az Úr jelenléte. De jó volt, itt volt az Úr, éreztétek, jaj. Az ébredés, várjuk az ébredést, várjuk, hogy beleborzongjunk. De hogyha ez nem okoz bennünk változást, hogyha ez nem készteti bennünk azt, arra bennünket belül, hogy mi Jézushoz hasonlóbbá váljunk. Azt írja a Biblia, hogy haszonra adatik a szellemnek kijelentése. Amen. Tehát minden, ami a mennyből jön, még az is, hogy kitölti ránk az Úr a szellemét, ez egy céllal van. És nem azért, hogy mi, mint a rossz drogosok, Uram, megint lőjél be, és akkor belövi az Úr a jelenlétét. De jó. És hazamész megint, mint a mi sem történt volna, alig várom a jövő vasárnapot. És megint, itt vagyok, Uram. Érted, ez mind rólad szól. Amíg te így jössz Istennek. Értitek? Tehát mi azt akarjuk, hogy Isten a mi házi szolgánk legyen. Az, hogy a mi kényelmünket kiszolgálja, az, hogy mi áldottak legyünk, hogy ő erre való... Nem automata. Uram, nem látod? Kifogytunk. Érted? Ez nem így működik. Hanem nekünk kell menni ő hozzá. És egyszerűen, amikor eltűnünk, elveszünk az ő jelenlétében, akkor ő elkezd rajtunk keresztül ragyogni. Az ő dicsősége elkezd megnyilvánulni. És bárhol megyünk a boltba vásárolni, és nézik az emberek, hogy mi van veled, miért mosolyogsz te, mikor mindenki lógó orral jár? Hogyne? De csak akkor, hogyha ez a Jézus él benned. Ha csak jó keresztény akarsz lenni, akkor mindig ilyen lógó orral jársz, mert mindig csalódtál önmagadba, ha megint nem sikerült megfutnod azt, a léc, ami föl lett téve, nem tudtad megugrani, és akkor mész, és akkor mondják neked, hogy neked hirdetned kell a Jézus Krisztus mindenütt, mert ugye te az ő tanítványa vagy, és a nagy küldetés az a miénk, hogy menjetek ki, és hirdessétek minden teremtésnek, és megyünk ilyen lógó orral. Nem megy, értitek? Akkor csak önmagadat tudod adni. Mi más tudnál adni? Azt tudod adni, amit te átéltél Jézussal. Érted? Ezért zárd magadra a szobád ajtaját. Mondd azt, hogy Uram, itt vagyok. És elfogadom azt, hogy így szeretsz, ahogy vagyok. Nem kell semmit tennem ezért, hanem ajándékba kaptam a kegyelmedet. Érted, testvérem? Te nem tehetsz semmit hozzá. Nem gyűjthetsz piros pontokat, hogy na, engem az Úr jobban szeret, nini, mint téged. Nekem már 6 piros pontom van, neked csak 2. Mint az oviba. De Istennél ez nem így működik. Értitek? Ezért adta nekünk az ő kegyelmét, hogy mindnyájan ezen az úton valahol tartunk, értitek? Mindnyájan tartunk valahol, és tudjátok mit? Isten egyikünkre sem mondja azt, hogy te ilyen másodosztályú lennél. Mert a te értékedet az határozza meg, ami értékértet ki lett fizetve. És ez mindannyiunknál ugyanaz. Ez a Jézus Krisztusnak, a báránynak a drága vére, amit nem lehetett arannyal és ezüsttel és gyémántokkal kifejezni.
Na, ez a te értéked. Ezért újra nekifuthatsz, újra ellendülhetsz a trapézon, így van. És ha le is esel, akkor mi van? Mit veszíthetsz el? Elmondom mit. Ami Istennek amúgy sem kedves. A büszkeségedet. Mert nézed, hogy mindenki néz, ugye, ott éljeneznek. Oldalról a cirkuszba. Mindjárt voltatok már cirkuszba, ugye? Igen. És mindenki ott drukkol neki, hogy jaj, le ne essen, jaj. Hú, majdnem leesett, de mégse. De mégis ott van a háló kifeszítve. És én már láttam olyan artistát, aki leesett így a cirkuszba, miközben ott voltunk, és akkor vörös feje mászott vissza. Tiszta piros volt a feje. Látszott rajta, hogy mennyire égő, mennyire ciki, amit az emberek most róla gondolnak. De tudjátok, Isten nem így gondolkodik rólunk. Neked nem kell égned, ha leestél. Hanem azt mondja az úr, gyere, segítek. Még mászni, fölmászni is segítek neked megint. De egy a lényeg, hogy azt írja a Biblia, és én ezzel fejezem be, amit mondani szerettem volna, hogy Isten már mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre és a kegyességre, vagyis az Isten szerint való életre elég múlt időben. Tehát minden ott van körülöttünk, amihez kell. Ott van. Tehát amit nekünk tenni kell, ezt úgy kell látni, mint karácsonykor a kisgyerekek, mikor magasabb az ajándékkupac, mint a gyerek, körbe, és a gyerek leül középre, és elkezdi kibontogatni az ajándékokat. Minden ajándéka Istennek ugyanígy be van csomagolva, mint hogy mi beszoktuk karácsonyra csomagolni az ajándékokat. De neked kell kibontani. Az igéből, meg mindenből, igazából, ahogy jössz, mész az életbe, a Szent Szellem nem csak az igéből akar tanítani. Persze, 80-90%-ban az igéből fog hozzád szólni. De a maradék 10-20%-ban a szomszédasszonyon keresztül, egy reklám feliratból, egy dalból, egy filmrészletből, mindenen keresztül tud az Úr, egy döglött macskából, mindenből tud a Szent Szellem hozzád szólni, érted? És az olyan fantasztikus, mikor már így jársz az Úrral, hogy egyik üzenet jön a másik után, és wow, Uram, és érzed, hogy átmelegíti a szívedet az Úrnak a szava. Meg ez is a fejlődésünknek a szakaszai ezen múlnak. Tehát ugye beszéltünk a gyermekkorról, tehát a gyerek az arról szól, hogy minden nekem, hogy most éhes vagyok, szomjas vagyok, pisi, kaki, az én szükségeim legyenek betöltve, így van? És az imáinknak a nagy része erről szól, hogy Uram, add meg, áld meg, ámen. A gyermekkorban. De amikor már érsz, és egyre fejlődsz Jézusban, akkor egyre inkább átalakul az imád, hogy Uram, mi az, ami neked örömet szerez? Mi az, ami mosolytsal a te arcodra? Én azt szeretnék lenni. És úgy szeretnék élni, hogy büszke lehess rám. Értitek, mennyire más már a... És hogy értitek, akkor már nem a te szükséged van a fókuszban, hanem ő maga. És igazából onnantól kezdve van az, hogy te már az Isten országát keresed, és minden egyéb ráadásként megadatik neked, és neked nem is kell már imádkoznod a szükségeidért. Miért? Mert Isten a fókusz az életedben, és nem a te szükségeid. És ezért mondja a Biblia, hogy gyönyörködjél az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Így van. Mi meg gyönyörködünk a szívünk kéréseibe, és azt várjuk, hogy Isten asszisztáljon be ehhez. De nem így van? Na, de ezért kell fejlődnünk ebben, tehát ki van feszítve a háló alattunk, tehát megint csak ez, hogy de nekünk kell menni, és benne lenni ebben, tényleg ebben a dologban nem dőlhetünk úgy hátra, hogy jó van az úgy, ahogy van. Mert hogyha a mi Isten képünk nem változott az elmúlt 5 évben semmit, akkor baj van. Akkor valahol megrekedt a hit életünk, mert az Istenről való képünk az kell, hogy folyamatosan változzon, folyamatosan bővüljön, folyamatosan egyre szélesedjen és egyre nagyobb legyen az Istenről való képünk. Amen. De hogyha eljárunk 10-20-30 éve gyülekezetbe, és semmit nem változik, akkor ott valami probléma van. Akkor nem fejlődtünk. Így van? Tehát egy egészséges gyerek is abból látszik, hogy egészséges, hogy fejlődik. Nem? Hogyha most van egy gyerek, és eltelik, mit tudom én, 20 év, és még mindig 20 kiló, akkor az ott valami probléma van. Tehát nem fejlődik, hanem még mindig marad egy ilyen kis csecsemő szinten. Az első pár évben rendben van, amíg eléri azt a testméretet, hogy addig azt gondoljuk, hogy hát most rendben van minden vele, de hogyha nincs fejlődés ebbe, akkor meg kell állni, és át kell gondolni, hogy Uram,
Én nem akarok ugyanaz maradni, aki voltam tavaly. Értitek? Tehát nekünk kell, hogy az Isten képünk folyamatosan változzon, folyamatosan bővüljön, és ahogy az Isten képed egyre nagyobb, és egyre hatalmasabb, a magadról alkotott kép meg egyre kisebb lesz. És a te önző kis életed is egyre kisebb lesz. És aztán eltűnik egy szappan buborék, és akkor teljesen Jézus tud rajtad keresztül élni. Ez az én imám, és ez a legnagyobb vágyam, hogy egy nap én is elmondhassam majd, hogy ha láttatok engem, láttátok az Atyát. Hogy ez igaz legyen. Tehát, mert ezt most is elmondhatnám, de tudom, hogy nem lenne igaz. De hogy ezt, ahogy Jézus ezt kimondta, és igaz volt, hogy Jézus meg azt mondta, hogy ti is meg fogjátok tenni, amiket én megtettem, és még nagyobbakat is azoknál. És nem azért, mert a Gégén csak annyira tuti gyerek, hanem azért, mert beletettem a kezemet a Szent Szellem kezébe. Hogy Szent Szellem, te vezessel minden igazságra. Értitek? És nem akarom kivenni a kezemet, és azt mondtam az Úrnak, Uram, nem számít, mennyibe kerül. Nem számít az ára. Én az a döglött macska akarok lenni az úton. Azért, hogy te élj rajtam keresztül, te tündökölj rajtam keresztül, mert hogyha ez megvan, akkor ez tömegeket fog bevonni az Isten országra. Ez nem az én élvezetemre van, hanem hogy ki tudjam fejezni azt az Istent, aki bennem él. Így van, mert ez a cél, hogy meglássa ez a világ, hogy kicsoda a mi édesapánk. Amen. És kin keresztül fogja ezt bemutatni, ha nem az ő fiaink keresztül. Most vagy lányain keresztül, de most értsétek jól a fiúságot, azt értitek ti, a fiúság szelleme. Így van, de az a felnőtt állapotot jelzi a fiúság. Tehát nagyon csodálatos az, hogy egyszer odajött hozzám egy ilyen proféta hölgy, és azt mondja, hogy az Úr azt mondja neked, hogy te vagy Ben. Ennyi. Ben. És akkor mentem a helyem, én is ugyanilyen arc, hogy most ez mi volt? Angliában. Ez Angliában volt, és akkor gondolkodtam így, próbáltam így összerakni, hogy van ugye Angliában, vagy Londonban ez a nagy torony, a Big Ben. A Big Ben, a nagy óratorony, csak erre tudtam ott asszociálni, de mégis se volt úgy nyugalmam benne. És eltelt körülbelül egy év, és aztán megosztottam egy olyan testvérrel, aki Izraelbe élt sokáig, és csak így elmondtam neki ezt, hogy kaptam egy ilyen üzenetet. És elkezdi, tudod, mit jelent ez, hogy Ben? Hát mondom, így nem tudom, de erre tudtam asszociálni, erre a londoni óratól elkezdeni, de semmi köze. Azt mondja, Ben azt jelenti Izraelbe, hogy te a fia. Valakinek a fia. Tehát azt mondja, és így fejezte ki, és akkor leszakadt rám a menny. Azt mondta, hogy van ilyen, hogyha valaki mondjuk szégyent hoz az apjára Izraelbe, akkor azt mondja neki az apja, hogy te a gyerekem vagy, de nem vagy Ben. Érted? Tehát nem vagyok rád büszke, mint a fiam. Tehát, hogyha te Ben vagy, és ez azt jelenti, hogy az apa büszke rád, hogy te az ő fia vagy, és hogy ha ő elküld téged valahová, az olyan, mintha ő menne el. Ben Hur, például Hurnak a fia. Ja, hogy azért volt. Aha. Ben Hur. Istennek a kedveltje, kedves. Igen, hogy a fiúság. A fiúság. A fia, igen, hát, hogy igen, de hogy Isten azt akarta, hogy én így, majd így, hogy egyszer szíven üssön ez a dolog. Igen. És így rám szakadtam menni, és annyira keservesen sírtam az Úr előtt, annyira átjárt a szívemet az egész, hogy átéreztem, hogy mert annyit tanulmányoztam ezt, hogy mit jelent gyermeknek lenni, meg a fiúság. És hogy akkor állt ez az egész össze egy hatalmas nagy gombócál, hogy az Úr azt mondja, hogy te... A fia vagy. Te már fiú vagy. Fantasztikus volt, szóval. De hogy ez kell, tehát hogy felnövekedjünk, tehát hogy ne maradjunk kiskorúak, tehát hogy ne a magunk is sérelmei, meg a magunk is világába ott próbáljunk jó keresztények lenni, mert nem erre vagyunk elhívva, hanem arra, hogy bemutassuk Istennek a dicsőségét a Földön. Úgy, ahogy Jézus is megtette. Amen. És minden megadatott hozzá, ez a legcsodálatosabb. Nem úgy van, hogy hát majd lesz, ahogy lesz. Nem, az Úr már mindent biztosította számunkra, hogy ebben győztesen meg tudjunk, hogy el tudjuk érni. Ti is mindnyájan, egyen-egyenként. És nincs kivétel a szobában. Mindenki. Verácskám is.
És ezen vagyunk. Na, én itt ülök. Kapaszkodjál. De így van, értitek? Tehát, hogy ez a cél. Mert mi megtanultunk jó keresztények lenni. Tehát megtanítottak minket, hogy egy jó keresztény hogyan viselkedik. Hogyan él, hogy illik, hogy mi a keresztény etikett. Hogyan kell betartani a láthatatlan szabályokat a gyülibe, hogyan kell tisztelni az előjáróinkat, hogyan kell ezeket a körfutásokat, kit, hogy honnan kell megközelíteni, milyen állarcokat kell viselni ki előtt. Ezeket mind szépen megtanuljuk. És akkor azt gondoljuk, hogy hát most már jó keresztény vagyok, és most már mindent, amit megtanultam, akkor most már... De ehhez szoktam hasonlítani, ez olyan dolog, mint amikor az Úrnak meg akarja sütni a világ legfinomabb csoki tortáját. Csak egy életen át, hú, ilyen habot teszünk rá, meg olyan díszítés, meg hány rétegű legyen, meg milyen krémmel, meg milyen piskótával, és az életünk végén megcsináljuk a legszebbet, és visszük az Úr elé. És azt mondja az Úr, én utálom a csoki tortát. Érted? Na, ilyen az, amikor mi valami olyanba fektetjük az időt, az energiát, ami Istennek nem kedves. Igen. Hogyha mi jó farizeusok akarunk lenni, de látjátok, hogy Jézus, hogy reagálta le a farizeusoknak az igazságát mindig. Értitek? A prostituáltnak meg a vámszedőnek azt mondta, hogy ó, minden rendben van, nincs semmi baj, álljál föl, gyere. Másiknak meg jól lehordta, hogy te mérges kígyók, meg fajzatai, olyanok vagytok, mint a kimeszelt sírok. Értitek? És ők is sütötték a tortát Istennek, a farizeusok. Azt gondolták, hogy ez az Isten tisztelet, amit ők csinálnak. Ez kedves az. De milyen szeretjük nagyon. Akkor biztos Isten. Hát igen, de az, hogy úgy gondolták, hogy a Mózes törvényét, ezt így alkalmazva, ez kedves Istennek. És ezért elutasítani a messiást, az ebben nincs. És hogy elfogadni így ebbe a formában, ez nincs benne ebbe. Értitek? És mi is így vagyunk sokszor, hogy jön a Szent Szellem, és mi már kialakítottunk egy kultúrát, és az nem illik bele, ez az új dolog, amit a Szent Szellem hoz az életünkbe, és akkor mi is lehet, hogy el akarjuk utasítani magunktól, mert már megszoktuk azt, hogy mi így tiszteljük az Urat, a mi egyházunkban így tiszteljük. De hát álljon már meg a menet, hát nehogy már mi határozzuk meg az Istennek a tiszteletét, nem? Nekünk kell tovább mozdulni ő vele. Hogyha ő megy tovább, mozdul a felhő, akkor szedjük a sátrunkat, és megyünk a felhővel. Amen. Nem? Mint Mózesék a pusztába. Nem maradhatunk ott. Nekünk kell menni a Szent Szellemmel együtt, és nem szabad, hogy palotákat építsünk a pusztába. Terjesszük a sátrainkat. Hanem csak sátorba. Tehát ez azt jelenti, hogy legyünk flexibilisek, legyünk rugalmasak, hogy a Szent Szellemmel tudjunk mozdulni, hogy ha ő mozdul, akkor mi is megyünk vele. És kell szélesítsük ki a sátor. Hát az megint egy más üzenet. Igen, az megint egy másik üzenet, igen. De, akkor, de ott is a sátor van. Igen. Nem azt mondja, hogy vegyél egy házat, akkor... Vagy építs egy palotát. Nem, szélesíts ki a sátorban.